Mindenkit szeretettel köszöntünk itt az Egerbaktai beíróból, és hogyha minden igaz, akkor Zsírpapa itt sétálgat, de már akkor le is vadászom. Gyere egy picit, légy szíves! Mi a sétálgatás tárgya? Mert hogy nem látom az autódat. Hát lejöttünk megnézni a versenyt, igazából ennyi az egész. Meg a navigátorom beült a Tiszákhoz, és meg akarom nézni őket itt az első kanyarba, és az utolsó kanyarba, hogy elbírja vállalni, vagy nem bírja vállalni. Utána le tudjam fikázni, tudod. Tényleg egyébként éppen arról beszélgetünk, hogy te nagyjából a 90-es évek óta csinálod, hogyha azt összeadjuk, az már több mint 30 év. Hát 32. 32. Igen, 90 salgon kezdtünk. Tényleg egyébként arra gondoltam, hogy miután... Várjál, mindjárt odaadok neked valamit, mert hogy... Annyira vacakul nézel ki így az autód nélkül, hogy gondoltuk, hogy itt a stáb úgy döntött, hogy adunk neked egy autót, addig is, hogy ne érezd magad egyedül itt a gyorsasági mellett. Gyerekek, ez nagyon nagy dolog. Ez kurva jó, bocsánat, de hát ez nagyon jó. Ebből belső kamerával egy kicsit nehezebb lesz majd végig tolni, de hát egy próbát megér. Főleg, hogyha ott lóg meg középen főtéve visszapillantóra, tudod. Az elég gázos lenne a visszapallantón egy ilyen. Most ugye ott valakinek kockák lógnak, nekem egy VFC-hez. Kinek mit dobott a gép? Így van. Milyen jó lenne a gyerekek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Imádlak benneteket. Ez na hát mi is köszönjük egyébként a sok-sok együttműködést, meg a látványos pillanatokat. És tényleg egyébként van Magyarországon egy kedvenc gyorsasági szakaszod? Van. Zagyvarónat szeret. Azért mentünk most Salgón, igazából tudod, mondtam is neked bent a célba, hogy én nekem az Zagyvaron a Cered az, ami a világ közepe, de attól függetlenül mindegyik jó. Tehát most már azért 32 éve járkálom ezeket a pályákat, és még mindig nem bírtam megunni. Tehát most megyünk ugye majd meccsekre, ott a gyárpát tetőrő lefelé, azért az odaver. Tehát most akárki akármit mond, az egy nagyon jó pálya. Akkor 70 hely, megint csak nagyon jó pálya. Itt Egerbaktán pont ez a bátori, az a bátor sírok volt régen, vagy bátor Pétervásári elág, ez is kegyetlen jó. De visszafelé Terpesről jobbám ez a pálya, mint odafelé. Na de elmegyünk egy kicsit a régi időkbe, azért egy mondjuk szuha, egy Mátra-Almás szuha, Parács-Sasvár szuha. Ott össze is szedtem 6 fát egyszer Budapest Rallyn. Azzal egy hónapig fűtöttetek. Ott nagyon összetörtem a kocsit, ott nagyon beestünk, mert sima balt mondott a bal háromra, és ott az csúnya volt, ott a 180 körülbelül ugrottunk, volt 4 méter fékút, meg 6 fa, úgyhogy megállt a kocsi. De... Jön egy autó, minden igaz, úgyhogy akkor addig üljetek át a Ladába, és akkor mi is nekiugrunk, dolgozunk egy kicsit. Imádlak benneteket, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, örülök, hogy láttalak, szia!